Okosabb közlekedés hangszigetelt kocsma, metró megálló a Líceum mellett. Akár ilyen tervekkel is jelentkezhetett bárki, egyedül vagy csoportosan a Találjuk ki Egert városfejlesztő ötletversenyre, melyet a Labor Eger kollektív ház hirdetett meg. A döntőig összesen öten jutottak el, köztük Nagy Noémi, aki az egész várost átfogó rekordtán futó pályát tervezett. Futó vagyok, viszont a stadionban, a rekordtámpályán nem tudok lefutni egy kört, mert számomra nagyon unalmas, és több futó ismerősömmel beszéltem, hogy a félmaraton nevetve megcsinálják, viszont a stadionban egy kör sem megy, viszont a városban futást imádják, és élvezik, ahogy a nyüzsgés körül veszik őket, miközben futnak, és nincs biztosítva az a futófelület, amely az ízületeknek jó lenne, és ezért tovább gondoltam ezt a beszélgetést, és mennyire jó lenne egy kiváló futófelületen futni az várost kedvelőknek. A szervezők elmondták, a céljuk az volt, hogy Egert élhetőbb várossá tegyék, olyanok jelentkezését várták, akik egy inspiráló csapathoz szerettek volna csatlakozni, tenni akarnak a környezetükért. Nagyon érdekes, mi igazából egy ilyen technológia és design egyesület vagyunk, tehát azt vártuk, hogy ilyen technológia design témában, és kiderült, hogy főleg az urbanisztika téma körében, tehát egy csomó ember a várost akarja egy kicsit megváltoztatni, tehát hogy szeretne egy pálya, mondjuk egy buszpályaudvart, vagy egy egész ilyen közlekedési csomópontot a déli részen, van, aki leszeretné zárni a belvárost, és csak elektromos buszokat engedne be. A zsűri végül az első helyezést megosztotta, így Nick Taylor, Déli kapu projektje, és Nagy Noémi az egész várost átfogó rekordtán futópályája nyerte el legjobban a tetszésüket.